Sziasztok, még mindig Idegszemcsén vagyunk a Kajmánok csapatánál, és itt áll mellettem Sára Patrik, a csapat egyik tagja. Szia Patrik, hogy álltok eddig, azt nem mondd el, hogy hányadik feladatnál vagytok, milyennek értékelitek a versenyt? Nagyon jó, mert sokat segített nekünk a tanárok. Mi hátrányból kezdtük ezt a versenyt, mert... Volt itt egy kis gubancnálatok, hogy indult a reggel? Hát volt, aki később jött be a, hogy mondjam, a 7 órára kellett volna bejönni, megcsinálni a feladatokat, egy kicsit később jöttek be, de azért... nem mindenki jött később, de azért volt, aki már itt volt már akkor a reggel. De most már nagyon szépen haladtok, lesz legalább mit behozni a nap során. Egyébként egy osztály vagytok, vagy beszélj magatok? Nem vagyunk egy osztály, egy ember a Zalán az egy B-s, de amúgy minden. Összepasszol. Jól ismeritek egymást. Persze, persze. Hogy készültetek a versenyre egyébként? Hát a készülődés során a csapat szerintem nagyon sokat készült erre most. Mit vártok? Hát nyilván mindenki nyerni akart. Persze. Nem a... A játék a lényeg, hogy ez az egy játék. Ezt játszani kell, nem a fődíj. A lényeg, hanem az, hogy mindannyian egy csapatként összehangolódjunk, és tudjunk valami érdemlegeset csinálni. De nem az érdem a fontos, hanem a játék. Én kívánok azért nektek is, hogy én úgy, mint a többieknek, nagyon sikeres szereplés. Köszönöm, Patrik. Én köszönöm. Közben visszafordulok a kamerához, és titeket pedig arra kérlek, hogy kövessetek minket továbbra is, mert hamarosan egy újabb helyszínről fogunk jelentkezni. Sziasztok!